Sziasztok! 2014-es évben léptünk. Ez mindenki számára egy új év, új célokkal. A Nutrend TV adásaival igyekszünk fenntartani veletek a lelkesedést, hogy amit évelején elhatároztok, az az egész évben kitartson, és motiváltak legyetek, és a céljaitokat elérhessétek. Mint látjátok a nadrágomat, az én céljaim azok már a 90-es években megfogalmazódtak. Édesapám mellett, aki szintén testépítő volt, de mai napig fanatikum állok ehhez a sporthoz, nem csak akkor, amikor versenyre készülök, hanem azokban az években is teljes odaadással edzettem, és figyeltem az étkezésemre, amikor éppen bizonyos mákra dolgok miatt nekem a versenyt is ki kellett hagyni pár éven keresztül. De visszatértem, újra motivált vagyok, újabb céljaim vannak, és a legfőbb célom az, hogy ágyúgolyónyi vállalat növesszek. A következő adásban megmutatom, hogy ezt miképpen szeretném elérni. Tartsatok velünk! Először is a társam egy Brutus Energy Shot. Edzések előtt szoktam elkészíteni. A következő képen aktivizálom a hatóanyagot, fölrázom, és mielőtt a bemelegítésnek nekiállok, ezt szépen jó feles módjára behörpintem, és jöhet a kemény edzés. Edzéseinket mindig alapos bemelegítéssel kell kezdeni, mivel hogy elkerüljük ezzel a sérülést, és ha felkészítjük az izmokat a komolyabb fizikai munkára. A váll tekintetében ez különösen fontos, mivel az egyik legsérülékenyebb pontunk, ugye izületileg és az izomzat szempontjából, úgyhogy ezt a bemelegítéssel kezdeném. Alapvetően karközléssel minden irányba kimozgatjuk a vállunkat. Amikor úgy érezzük, hogy vállunk megfelelőképpen bemelegedett, akkor jöhetnek azok a gyakorlatok, amivel el szeretnénk kérni, hogy a megfelelő irányban fejlődjön a vállizunk. Hajrá! Első és legfontosabb gyakorlat az oldalsó terhek fejlesztésére az oldalemelés. Gyakorlatunk közben nagyon kell figyelni a helyes kivitelezésre, semmiképpen ne lendületből végezzük hajlított karral, ne arra törekedjünk, hogy nagy súlyt tudjunk használni, törekedjünk arra, hogy fókuszáltan az izmot helyesen leterhelve nyújtott karral, combbelől indítva végezzük az oldalemelő gyakorlatot. Nagyon sokszor innen test előtt tartva indítják el a mozdulatot, hatalmas lendületet véve, testtel belesegítve, csak azért, hogy 4-5 kilóval többet emeljenek. Ezzel elkerül az, hogy valójában csak az oldalsó delta kapja a terhelést. Majdnem, hogy minimalizálódik az oldalsó delta terhelése, mert lendülettel végeztük az egész gyakorlatot, a derekünket 100%-ban leterhelve. De teljesen szabálytalan. A következő, amikor valaki szintén előindítja hajtott karral. Persze, ez jó lenne, már jobb, mint az előző, mert koncentráltabb, de még mindig nem hozzuk ki a maximumot a terhelésből, mert a hajlítással lekönnyítjük, és bevesszük a bicepszel is az első deltát, aminek semmi köze az oldalemeléshez, azt hagyjuk a későbbiekre. Tehát így ne csináljuk. Edzésekben az oldalsó delták terhelése után én mindig az első delták edzését választom a soron következő gyakorlatnak, amely most a váltott egykedves előreemelés lesz. Az előreemelés helyes kivitelezése a következőképpen néz ki. Egy kényelmes vállszélességű terpezben megállunk, a súlyokat combunk elé helyezzük, ez a kiinduló pont, és egyenes karral, lassú koncentrált mozdulattal szemmagasság fölé emeljük a súlyt. Lendületet abszolút nem használunk,
minden feladat az első deltára kell, hogy háruljon. A súlyhasználat a következőképpen alakul nálam. Az elején egy kisebb súlyjal indítok, ami az erőszinten 80%-át jelenti. Az első két sorozatban ezt alkalmazom, és az utolsó két sorozatban a gyakorlatnál 100-120%-ra kapcsolok, hogy teljes mértékben letereljem az izmaimat és fejlődésre sarkaljam. Edzéseimen 30 gyakorlatként mindig nyomógyakorlatot végzek, amelyeket edzésenként változtatok, mivel van belőle szabadsúlyos és gépi verzió is. Most következő gyakorlatként a gépen nyomást fogom bemutatni. A gyakorlatnál figyeljünk a helyes testtartásra, a homorításra és a fogásszélesség helyes megválasztására. Ezek után lassú kontrollált izolált mozdulattal végezzük a nyomásokat. Edzéseimen a gyakorlatok sorrendjét még mindig az alapján választom meg, hogy az adott izomcsoportnak, a soron következő izomcsoportnak mely részét szeretném a legjobban fejlődésre bírni. Az első delta van lemaradva, azzal a terheléssel kezdek. Ha az oldalsó delta van lemaradva, akkor annak a terhelésével kezdek, és ezt igazából ez alapján építem fel a stratégiámat az edzésre. A helyes kivitelezés a következőképpen néz ki. Keresztfogással megfogjuk a két oldali csigát, középre kicsit lázszerességnél kicsit nagyobb tervezve megállunk. Keresztezett induló pozícióban és nyújtott balra végezzük. Itt se a nagyobb súlyhasználat a lényeg, hanem azt, hogy megfelelően válasszuk ki, és hogy abszolút maximálisan letereljük a szabályos kivitelezési gyakorlat során a hátsó deltákat. Robbanjanak szét! Edzéseim végén, amikor elvégeztem a főgyakorlataimat az első oldalsó és hátsó deltákra, utána mindig alkalmazok egy csökkenősorozatos levezetés. Ez a következőképpen néz ki. 10 oldalemelést fogunk végezni, és utána 1-ből 10 előreemelést. Miután ez megvan, 8 oldalemelés és 8 előreemelés. Tehát 6 oldalemelés és 6 előreemelés. Tehát 2-esével csökkentem az ismétlés számot, és egészen lemegyek a 2 ismétlésig. Ez olyan egy jelentődés lesz az izmaim számára, és ezzel zárom a vállalkozásomat. Tetszett a műsorunk, és elsőként szeretném, hogy érdeklődjön a legjobb részünkről, iratkozzatok fel a Nutrán TV csatornára.